Sziasztok! Ma Lego Jurassic World! Már úgyis jó régen volt Jurassic World-ös készlet a csatornán. Beszerváltam egy ilyet. Mondjuk ez azt hiszem még az első Jurassic World-ös készleteknél jelent meg. Mert ez nem mostani. Mindjárt meg is nézem, ha megtalálom rajta. De rohadtul nem látom. Mikori, mert rajta kell, hogy legyen a dát. 2018, akkor nem az első. Akkor a második. De nézzük, mi van hozzá. Van egy pteranodon. Ugye mindig ilyen kultikus téma, hogy hogyan ejtett, hogy pteranodon, vagy pteranodon. De hát mindenki pteranodonnak mondja. Van egy Owen Grady, mi más, ugye, amit minden Jurassic World-ös készletnek a lételeme az Owen Grady. Egy tracker, vagyis hát egy nyomkövető. Jó kis hálókilövős terepjáró. Van kis szerszám, tojás, van itt minden. Na! Kezdjünk is neki ennek a jó kis készletnek. Mindjárt itt van Owen Grady-nk, ki más, szokásos kék-barna göncébe, két arcot kapott, nagyon komoly. Na, itt van mindjárt a nyomkövetőnk, milyen mogorva csajszi, de azért van egy ilyen normál tekintete, de ez a mogorvás így jobban nézett ki, úgyhogy inkább ráraktam ezt. Mint a Jurassic World alkalmazottja. És itt a pteranodon. Pteranodon. Mondjuk kár, hogy a lábait nem lehet mozgatni. Fel lehet így függetni valahol, de csillár. És amúgy egész jó. Mondjuk a szárnyai az mozgathatók. Úgyhogy repülőmód, leszállómód. Üthethetsz a hátára figurát, na. Úgy. Ahhoz képest, hogy új készlet és bontatlanba vettem, elég lazák a szárnyai. Milyen jó nagy szája van. Mekkora csőre. Megkopogtatja a kis áldozatát. Úgyhogy egész jó ez a kis pteranodon. Főleg, ha még hajlandó lenne megállni. Na! De nekem a személyes kedvencem a készletből, ez a terepjáró. Ilyen jó rendszámon össze van karcolva, a motorháztető is, vannak ajtajai. Igaz, hogy csak egy utazhat benne. Kis tartozékként itt van ugye egy ilyen altatópisztoly. A kis szerszám, csak ez mondjuk nem tudom minek. És ugye a kis állítható hálóvető. Viszont itt van egy ilyen kis rekesz. Na, benne van a tojás. Mondjuk azt se értem, hogy ez a készlethez most miért kellett egy ilyen tojás. Mondjuk hátsó rendszám is van, nem csak első. Úgyhogy jó kis terepjáró. Mindjárt megteszteljük a hálóvető részét. Nézd meg! Na, csajszi ott van. Jön Owen, felkapaszkodik ide keményen. Aztán már pteranodonunk éppen ott leszállt. Fogjuk a kis hálóvetőt. Megpróbálom elsőre. Hát ez nem jött össze. Elég gyengusz volt a kilövés. Na majd ebből a szögből így jobban kézre áll. Ó, elszállt odáig, de lepattant róla. Nem sikerült elkapni. Mert mondjuk ezt a készletet nem is értem. Hogyha ennek az lenne az alapja, hogy a pteranodont elkap, miközben repül. Na de most az nem repül olyan alacsonyan. Legalábbis a filmekből így megtudva, hogy Max akkor szállt föld közelre, hogyha el akarta kapni az áldozatát. Nem menekülés közben, de megnézzük így.
Na jó van. Most aztán most már tényleg. Na jó, ne! Ki se lőttem, de már kiesik belőle. Na nézd meg, akkor is belegyömöszönöm. Úgy. Benne van. De most túl lőttem. Úgyhogy, ja, de eredetileg ugye az lenne a funkciója, hogy hopp, így ráesik, és akkor már rajta is van, meg itt vergődik. Úgyhogy érdekes ez a készlet, de hát tetszik, sőt lesz szerepe majd a Dave sorozatba is. Úgyhogy megérte a gyűjteményembe. Nagyon jól néz ki. A plusz egy Lego Dino figura. Úgyhogy ilyen kis egyszerű kis készlet, Jurassic-os. Úgyhogy ennyi lett volna ez a set bemutató. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videóm. Sziasztok!